azt már a következőt csináld, ugye? A szőlős lepényhez. Igen. Igen. Akkor megcsináljuk a szőlős lepényt, és akkor a szőlős lepényt előléptetjük most egy mascarpone és krémmel tortává. Úgy van, hogy fogod a szőlőszemeket, és 3 evőkanál cukorral, mintha lekvárt kezdenél el főzni. Igen. És külön megcsinálod a zselatint a szőlőléből. Jó. És akkor ezt a lekvárszerű masszát, ami készül a szőlőből, hogy ne nyers gyümölcsös legyen, igen, ezt a lekvárszerű masszát tesszük rá a mascarponéra, és azt öntjük le a zselatinnal. Jó. De nem főzzük szét a szőlőszemeket, csak úgy, hogy megpuhuljon. Érted, amit jó, mondok? Jó, akkor azt én itt meg is fogom csinálni. Jó. A szőlős lepény egy nagyon különös süti, amikor rájöttem arra, hogy nem csak piteként tehető ez, hanem egy mascarpone és krémmel, meg egy gyümölcsragú bevonattal tortává is előléptethető, akkor pedig egy örökre szóló barátságot kötöttünk. Ez milyen gyönyörű lett. Oda nézz, ez milyen gyönyörű lett. Ha, szuper. Tehetem bele a lisztet? Szeretném, hogy verjen még egy pár percig. Akkor jó, hogyha már úgy tényleg fényes. Egyébként Franciaországban sok szőlős sütemény van, és nagyon finomak, úgyhogy ott a borvidékekről nem csak bort, meg csemegét csinálnak, meg mazsolát, hanem nagyon sok cukrás süteményt is csinálnak szőlőből. Akkor én most ezt be fogom keményítőzni. Van itt egy ilyen jó pofaságom, mert ezek az egész szemek, ezek kerülnek bele a tésztába. Csak ezt javaslom egyébként mindenkinek, aki gyümölcsös pitéket vagy tésztákat süt, hogy keményítőzze be egy kicsit kukorica keményítővel a gyümölcsöt, és azáltal sokkal jobban oszlik el a tésztában. És akkor szépen így belesüppesztjük őket a tésztába, és ez maga lesz a mámor. A sütésben még az az izgalmas egyébként, hogy soha nem tudod, hogy mire számíts. Változhat a liszt minősége, változhat a cukor minősége, változik a sütőpor minősége, egy csomó mindennek ki vagy téve, másik sütő nem úgy süt, alul felül nem úgy gőzöl, és a többi, és a többi. Szóval ez mindig egyfajta izgalom, hogy amit a legjobb tudásod szerint elkészítettél, aztán rábíztad a sütőre, mit kapsz vissza. És akkor előfordulnak ilyen dolgok, hogy hát betört a széle, beesett a közepe, de akkor is valamit csinálni kell, mert előről nem süthetsz meg minden. Ezt hadd vegyem el. Hát teszek ide bele. Jó. Ez egyébként egy praktikus tanács, hogyha kihűl a sütemény, és még teszünk rá mondjuk, hogy szép torta legyen, és belukad a közepe, akkor ezzel például gyönyörűen ki lehet pótolni. Hát tudod, ez így egy ilyen praktikus megoldás, meg egyébként is a krémtől úgyis megpuhul, tudod? És akkor így viszont szép egyenletes marad a teteje. Eszembe jutott, hogy hány ilyen történet volt még ruhatervező koromban, amikor már nem volt anyagunk, már nem volt időnk, szállítani kellett, oda kellett adni, és hát ki kellett volna egy elemet vagy egy alkatrészt cserélni a ruhában, mert nem sikerült megoldani, amit meg kellett oldani. És akkor mindig mondták a munkatársaim, hogy mutassátok meg neki, majd megmondja, hogy hogy legyen. És azt a következtetést vontam én le,
sok-sok ilyen esetből, hogy megmentésből bizony jó vagyok. Vert föl, légy szíves a tejszínhabot, mert én már nem berek föl semmit. 3000 éves vagyok, és fáj a vállam. Mert az a szokás, hogy mindent kézzel vernek föl. Hát én otthon mindent géppel verek föl, de itt kézzel verik. Nem tudom, hogy miért szeretnek ennyire elfáradni. Ez egy viszonylag könnyen elkészíthető dolog, rendkívül attraktív és óriási elismeréseket lehet vele behabzsolni, hogy mikor kiteszed az asztalra, mindenki azonnal elájul, hogy milyen remekül néz ki. Szuper! De Ági, ez olyan jól néz ki, így az egész, beállítás is, de a torta is. Spanyolországban nem megy a galéria, nyitunk egy cukrászdát. Nárai Tamás utolsó reggeli Párizsban kedvenc francia sütemény receptjeim című könyve most 15% kedvezménnyel rendelhető meg a www.book.hu weboldalon keresztül házhozszállítással.